azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, és az otthon, ez pedig a családunk, gyerekeink, barátaink, iskolatársaink, tehát a temető, az első találkozás, a színhelye. Szóval ami az ember lényege ezekben a találkozásokban, ezekben az ott létekben, az otthon attól más, mint a többi helyi világon, mert itt vagyunk, itt vannak a gyökereink, itt van minden, ami az életünket jelenti. Trianonnál éppen ezt csinálták meg, ez az otthon szabdasztrák szép millió darabra. Az együvi tartozást vették el tőlünk, de nem sikerült, mert sokkal erősebb ennek a nemzetnek az élni akarása, mint amit velünk akartak csinálni. És ez az élni akarás megmutatta éppen a Trianon után eltelt években, évtizedekben, hogy mennyire fontos az, hogy mi vagyunk egymásnak. Teljesen függetlenül, hogy Ausztráliában, vagy Kanadában, Új-Zélandban éppen munkácson, hogy egy az imánk, egy a szívverésünk, egy minden, ami a lényeget jelenti, egyek a népdalaink, egy a bánatunk, egy az örömünk, egy a történelmünk, és ez az egységtudat újra összekovácsolta ezt a nemzetet. És ezek az helyek, mint ez a Vereckei emlékmű is emlékhely, és az egyik legszentebb hely, és olyan jó tudni, hogy itt állunk most csodálatos gyerekekkel veletek, itt a Vereckei emlékműn, ahol bejöttek őseink, vagy hazajöttek, vagy nem tudom, hanyasszor jöttek be. És ez a helyszín legalább annyira fontos most Ausztráliában, fontos most Új-Zélandon, fontos New Yorkban, azokkal a helyszíneken együtt, ahol szintén tüzet gyűjtenek, és ez így összekapcsolódik. Én hiszem abban, hogy ennek a nemzetnek lesz egy nagyon nagy felemelkedése, de ehhez mindenképpen azt kell megtanulni újból, hogy egy nemzet van a Kárpát-medencében, egy magyar nemzet van a Kárpát-medencében. Hiába próbálták ezt szétívni millió erők, gonosz, sátáni hatalmak, nem sikerült, mert ez az élni akarás él bennünk. És ha újra megtanulja az anyaország, meg az elcsatolt területek magyarsága, hogy mi egyek vagyunk, újra rádöbbennek arra, hogy egy az imánk, egy a vágyunk, egy a fájdalmunk, egy minden, akkor ebből óriási erőket lehet meríteni. Újra össze kell fűzni egy láncfűzére azokat az örömeket, fájdalmakat, amelyeket itt most az ezer év vagy a száz év összerakott, és ezteket, ha összefűztük, ha megajándékozzuk egymást ezekkel a csodákkal, ezekkel a fájdalmakkal, ezekkel az eredményekkel, ezekkel a kincsekkel, akkor ez egy eltéphetetlen csoda, eltéphetetlen láncem, amiből mindig lehet merítkezni. Nagyon fontos egy egészséges nemzeti önértékelés, egy nemzeti büszkeség, mert van mire büszkék lennünk. És igazából akkor tudok értékelni egy másik nemzetiséget, hogyha van egy egészséges büszkeségem. Ha szeretem önmagamat a szó keresztény értelmében, akkor tudom a másik embert is megszeretni magam mellett. És az is nagyon fontos, azt figyelem meg, hogyha én becsülöm önmagamat, igazából akkor fognak engem is becsülni. Tehát igazából összefűződnek ezek a gondolatok nagyon-nagyon szorosan, és hogyha lesz egy nemzeti lelki felemelkedés, egy szellemi felemelkedés, egy megújulás, akkor ennek a nemzetnek egy csodálatos korszaka következik. Csak valahogy ezt a kicsi hitűségünket kell valahogy elfelejtenünk is, megrázni magunkat, kihúzni magunkat, és itt vagyunk, tessék, Vereckén, egy gyönyörű emlékmű, a fantasztikus időben, tüzet fogunk gyújtani. Ezek a tüzek meggyulladnak 6 kontinensen, több mint 500 helyszínen, és mindenki ugyanarra fog gondolni, hogy mi egyek vagyunk. Egyek vagyunk, és fogjuk egymás kezét, és ebből nagyon nagy erőket tudunk meríteni.